4:10 után járunk 3 perccel, és azt ígértük, hogy ma különböző zenei műfajokat fogunk bemutatni, túl vagyunk már az alternatív rockon, ugye a Kalef együttessel. Viszont személyesen megérkezett másik vendégünk, ő Komáromból jött, akit leginkább úgy ismerhet a közönség, hogy Rino, ez tehát az előadói neve, de hát Balog Edvárdként jöttél napvilágra, jó reggelt, örülünk, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Rinóval amúgy találkoztunk a komáromi napokon is, ott a személyesen is összefutottunk, ott volt fellépésed is, és hát Komárom környékén azért nagyon jól tudják, hogy ki az a Rino, és azt is tudják egyúttal, hogy milyen műfajban mozogsz, ez rögtön ugye az underground, illetve a hip-hop világa. Na már most akkor mire is képzeljünk, mire is gondoljunk pontosan, amikor Rino nevéhez konkrétan zenei műfajt és zenei hangzásvilágot akarunk kötni? Hát a rappen belül ilyen motivációs dalokat írok, valamint hip-hop és R&B stílusok is közel állnak hozzám. Igazából attól függ, hogy milyen hangulatom van éppen. Tehát akkor inkább ez az érzelmesebb vonulat, nem pedig az a klasszikus gangster rap, amivel azért elég sokan próbálkoznak is hazánkban. Motiváció alatt mit értünk? Tehát akkor gondolom itt nyilván a szövegvilágában jelenik ez meg. Így van, így van. Hát mondani valóban gazdag zenéket kedvelem igazából. Ezek általában életesemények? Tehát konkretizáljunk dolgokat, mert ugye itt el lehet képzelni, hogy hip-hopon belül vannak nyilván olyan visszatérő elemek, olyan nehéz helyzetek, vagy mondjuk, ha már a motivációról beszélünk, hogy én megmozgatom a gerecsét, és 50 km-rel odébb rakom, tehát konkrétan mire gondoljunk itt a zenéidben? Hát igazából én mindig azt írom meg, ami velem történik, amit tapasztalok. Milyen régre nyúlik vissza a kapcsolatod a műfajjal? Tehát így kezdjük a legelején, hogy is hogyan, mikor barátkoztál te össze a hip-hop zenével? 13 évesen kezdtem el zenélni. Igazából amik motiváltak, az ilyen külföldi rapkazetták voltak, mint DMX, Tupac, Eminem. A Wu-Tang Clan nem játszott? Wu-Tang Clan, no, de hogy nem. A ja, de ezek nagyon jó motivációk. Hát gyakorlatilag ők hozták be Magyarországra is a rap. Így van, így van. Először eleinte verseket írtam, aztán később én is dalba foglaltam azt, amit érzek. Mi kell ahhoz, hogy egy hip-hop dal megszülessen? Most ez egy nesze semmi fog meg jó a kérdés, de valami mégiscsak, hogy be kell indítsa a fantáziádat. Hát ugye a hétköznapi problémák, gondok, élmények, pozitív élmények is ugyanúgy. Hát néha azért nem árt lazulósabb, bulizósabb zenéket is írni, tehát ezeket sem részesítem hátrányban. Hát ebben a rohanó világban és gondterhet világban szerintem ezekre is szükség van. Nyilván el kell jusson valakihez, valakikhez ez a fajta mondani való, és talán a hip-hop tényleg egy olyan műfaj, amin keresztül ezek az érzelmek át tudnak adódni. De szép passzív szerkezetet használtam. Melyik az a közönség? Tehát kiktől kapsz te leginkább visszajelzéseket? Hát igazából változó. Tehát ugyanúgy underground vonalakban is kapok, valamint kicsit ilyen mainstream-ebb stílusban is kapok pozitív visszajelzéseket, úgyhogy teljesen változó a korosztály is, tehát a 15 évestől elkezdve a 50 évesig bezárólag. Ugye azt tudjuk, hogy azért innen a megyéből vannak már olyanok, akik azért sikeresen feltörtek így az underground szcénából. Gondolok itt például csak Sziszka Finucsira, bár ő azért egy picit más stílusban mozog. Igen, 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 persze. Nem feltétlenül hátránynak mondanám. Igazából, hogyha van tehetsége az embernek, úgymond mindenhonnan ki tud törni. Nekem ez még kis időbe telik. Energia befektetés meghozza gyümölcsét, úgyhogy ehhez optimistán kell hozzáállni. Figyelj csak, ilyeneket csücseregtek a madarak, hogy Mr. Basztához azért neked volt közöd. Hát igen, igen, vele zenéltem. Akarsz róla beszélni? Hát megmondom őszintén, így nagyon nem. Figyelj csak, azért is akarok rákérdezni az ilyenekre, mert a hip-hop műfajában, az underground műfajában azt látjuk, még a naív is látja, hogy mennek sajnos ezek a dobálózások. Egyikről helyről, másik helyről, és én nem tudom, hogy van-e ennek igazságtartalma, vagy van-e ennek egyáltalán oka, hogy ezek az emberek miért dobálóznak, mert gyakran hallunk ilyeneket. Hát igen, általában szerintem inkább a reklám miatt csinálják. Uh-huh. Tehát, hogy addig is beszéljenek róluk, stb. Én így látom ezt a helyzetet. Én soha nem voltam annak a híve, hogy belekössek másokba, vagy... Jobb a béke. Így van, jobb a béke. Okay. Engem tudod, mi érdekel még, hogy Magyarországon egy hip-hop előadó milyen célokat tud kitűzni maga elé? Tehát azért nyilván neked is vannak ilyen álmaid, vágyaid így a rapper karriereddel kapcsolatban. Mik ezek? Ezekről mesélj egy kicsit, kérlek. Hát a terveim igazából az, hogy még több emberhez eljusson a zeném, valamint, hogy olyan településekre járjak fellépni, ahol kedvelik a zenémet és szeretik. Igazából nekem ilyen hosszabb távú céljaim így nincsenek ezzel. Mindig a mának élek, és azt írom meg, ami éppen ma történik. Klassz, ezeket az impulzusokat mi követni fogjuk, jó, hogyha bármi olyasmi van. Azért még annyit jegyezzünk meg ugye a saját zenéddel kapcsolatban, hogy régen azért nektek is, neked is. Azért mondom többes számban, mert ugye gyakran MZ-vel láthatunk téged. Igen, ő szokott velem járni fellépni. Aki énekel ugye a dalaidban,
hogy elindultatok annó még egy olyan úton, talán egy kicsit explicitebb és kicsit durvább hangzása volt. Ez most már, amit hallunk például, ez jóval letisztultabb. Igen, bár MZ-vel igazából egy éve folynak közös munkálatok. Igazából amikor kezdtem, akkor Mr. Mish-sel csináltam zenéket. Volt egy közös formációnk, Mr.-ek néven. Egy fűzítő is rác, ugye? Így van, így van, így van. Hát tinédzser korunkban létrehoztuk ezt a kis bandát, két tagú bandát. És akkor ott csináltunk ilyen, hát úgymond ilyen komolytalanabb zenéket, ugye akkor éltük a csajozós, bulizós korszakunkat. Ne, hát nem tudjuk akkor... milyen, azt csak mesélték. Igen, csak hírből hallunk ilyeneket. És hát akkor azt írtuk le, amit éppen akkor megéltünk, úgyhogy abból a szempontból teljesen hiteles volt, bár ez most már nem hiszem, hogy annyira megállna a helyét. Jó, de legalább látjátok, hogy honnan, hová. Hát így ugye van. Ez egy fejlődési folyamat, a fejlődési folyamat aktuális szakaszát fogjuk most meghallgatni, mert be is készítettük a dalt. Ennek pedig az a címe, hogy mélypont 2, tehát ennek nyilván volt előzménye is. Igen, mélypont 1 című dal Palai Nikivel. Ezt akkor írtam, ezt a zenét, mikor hazajöttem Németországból, mert én egy évet kint tartózkodtam, és akkor a zenét mindent abba hagytam egy évre, és miután hazajöttem, akkor írtam ezt a számot, aminek hatalmas sikere lett. Na hát akkor kíváncsian várjuk, meg is hallgatjuk. És az annak a folytatása. És hát további sok sikert kívánunk neked, és hát így a mának, de nagyon. Köszönöm szépen. Rinóval beszéltünk tehát Balog Edvárddal, és már is érkezik tehát a dal Mélypont 2 címmel. Csak haladj az úton, hisz közel a cél, ne add fel az álmod, hogyha csalódás él. Tovább kell menni, amíg van még erőd, nem gátolhat semmi, ez tart szem előtt. Régen rengeteget szenvedtem, de megtanultam, a rosszat el kell engednem. Minek busnakodjak annyit, hogyha megtörtént, minek pazaroljak erre, még több vaktörtént. A múlton nem is rákódom, még egyszer biztos, hogy én soha be nem zárkózom. Tudom, hogyan győzzem le, az élet kapuit becsukja, akkor törjed be. A lehetőség adott, ami nem visz előre, azt engedd el és hagyd ott. Téped le a láncokat, mert az ördög a gyengék közül válogat. Fog, hogy többé nem leszek, hogyha kell, akkor a halállal is szemezek. Nálam nincs olyan, hogy félni, messze még a cél, de én oda fogok érni. Csak haladj az úton, hisz közel a cél. Ne add fel az álmod, hogyha csalódás él. Tovább kell menni, amíg van még erőd. Nem gátolhat semmi, ezt tart szem előtt. Emlékszem, lányom, megtörtek már engem, de régen még bevallom, tűrtem csendben. Sokan azt mondták, hagyjam a zenét, feltettem a kérdés, miért nincs ember, aki megért. Minden este tele írtam egy füzetet, a könnyeimből egy újabb dal született. Egyre erősebb lettem, tudom a rosszat, hogyan kell kezelnem. Talán az élet egy próba, és ki kell, hogy álljon, mert nem leszek szolga. Szépen lassan kitisztul az ég, mert nem létezik olyan, miben belehalnék. A lelkem már edzett, a sok embernek köszönöm, ki a szívembe metszett. Megtanultam, hogy nincs mitől félni, messze még a cél, de én oda fogok érni. Csak haladj az úton, hisz közel a cél. Ne add fel az álmod, hogyha csalódás él. Tovább kell menni, amíg van még erőd. Nem gátolhat semmi, ezt tart szem előtt. Tudod, voltam én is mélyponton, és nem kértem segítséget, mondtam, megoldom. Elég erős lettem ahhoz, hogy tettek párosuljanak a kimondott.
haladj az úton, hisz közel a cél. Ne add fel az álmod, hogyha csalódás él. Tovább kell menni, amíg van még erőd. Nem gátolhat semmi, ezt tarts szem előtt.